Aprónak tűnő, de sok bosszúságot okozó probléma oldódott meg Adivárosban. A parkolási nehézségek miatt ugyanis gyakran előfordul, hogy a Földes Gábor úton az autók úgy állnak meg, hogy nehezen lehet csak bejutni a lépcsőházakba. Ezeknél a lépcsőházi bejáratoknál rendszeresen ugye annyira közel állnak az ajtóhoz, hogy már biciklivel, bolkocsival, illetve hát egyéb más módon nem nagyon, illetve nehezen lehet bejutni, és a lakók kérték, hogy erre közösen találjunk valamilyen megoldást, és úgy gondolom, hogy ennek az X-nek a felfestése volt az a megoldás, ami egyrészt nem képez akadályt más rendesen forgalomban részvő számára, ugyanakkor viszont jelzésértékkel bír arra, hogy tartsuk tiszteletben azt, hogy ezt a bejáratot esetleg mondjuk gyalogosok vagy kerékpárosok is szeretnék használni. Dr. Szálasi László önkormányzati képviselő hozzátette, még csak most készült el a festés, de a hatás már is látszik. Amikor képviselő úr megkeresett engem, én úgy éreztem, hogy ez egy abszolút támogatandó probléma, úgyhogy az útkezelő is maximális közreműködéssel nagyon gyorsan, ahogy dr. Dézsi Csaba András polgármester úr szereti, nagyon gyorsan megoldotta, úgyhogy sikerült ezt elérni, és ahogy így körülnézek, látom, hogy igenis betartják az autók, tehát az, ami volt a célja ennek a kezdeményezésnek, ezáltal elérte a célját. Simon Robert Balázs azt mondta, fontos, hogy ezekre az apró, de bosszantó hiányosságokra minél előbb megoldás szülessen. Dézsi Csaba András polgármester úr a programjában azt hirdette meg, amivel én maximálisan egyetértek, hogy odafigyelünk az apró, pici, orvosolandó feladatokra, megoldandó problémákra is, és ezek közé sorolható. Ez az aprónak tűnő, de az itt élők korábbi időszakban az itt élőket bosszantó parkolási helyzet. A keddi vihar kapcsán elhangzott, lesznek intézkedések azzal kapcsolatban is, hogy a hirtelen lezúduló vízzel is könnyebben megbirkózzon a város.